Sziasztok! Itt újra Tudvari, és hogy a videó címéből is láthatjátok, a User Control Panel elindult. Ezt azért csináltam meg hamarabb, mint a magát a szervert, mert gondoltam előre jó bugokat letesztelni, mielőtt még élesben fut a szerver, így ha valaki van hibát, azt tud szólni egyből. De másik dolog az, hogy előre jó regisztrálni a játékosoknak, jó érzés azt tudni, hogy nekik úgymond már el van fogadva a karakterük, és nyitásra ebből fel tudnak lépni. Karakter létrehozni, ugye a karakterek fülben lehet itt megcsinálni, három slot van, nekem el van fogadva a karakterem, mert ugye tesztelni akarok majd, de többi játékosnak, aki karaktert akar csinálni, annak ugye mi bírjuk el a karakter, karakter kérelmét. Ennek két lehetőség az, hogy elutasítva és elbírás alatt. Még nem fogadjuk el a karaktereket, csak nyitáskor. Szóval kérelmeket ugyanúgy nézzük, de hogyha egy napon belül még mindig elbírás alatt van, akkor az azt jelenti, hogy el van fogadva. Szóval nézzük a karakterkérelmeket, hogyha látjuk, hogy valami szar, akkor azt elutasítjuk, leírjuk, hogy miért, stb. De hogyha jó, akkor csak simán hagyjuk elbírás alatt. És valószínűleg én óránként fogom nézegetni, meg mindenki óránként fogja nézegetni a kérelmeket, és hogyha mondjuk nem tudom, akár még fél napon belül is még mindig elbírás alatt van a karaktered, akkor az azt jelenti, hogy nyitáskor neked már van egyből egy karaktered, és nem kell várnod arra, hogy bárki elfogadja, mert nyitás előtt 5 perccel az összes elbírás alatt lévő karaktert, vagyis ami nem lett elutasítva, azt mind elfogadjuk. Szóval ne jegyetek meg, ezt sok helyre is kiírtam, hogy a karaktered egészen nyitásig elbírás alatt lesz, vagy elutasítjuk még előtte. A User Control Panel URL-je az ucp.imaginerpg.hu, szóval a UCP aldoménje az imaginerpg.hu-nak. Ezt a fő oldalon is megtaláljátok, az imaginerpg.hu-n. Még egyszer mondom, ucp.imaginerpg.hu. Azért érdemes előre regisztrálni, ugye ezek az egyik az dolog volt, amit eddig mondtam, hogy előbb lesz karaktered, a kérelmet kérem, nem kell várnom majd a nyitáskor, hogy elfogadják, nem kell izgulni emiatt, hogy most egyből fent tesz a szerver, mert gondolom mindenki ilyenkor, legalábbis nekem bennem az van, hogyha részt veszek valami nyitáson, akkor azt akarom, hogy én legyek az első között fent, én legyek a legelső ranglistán, meg mindenféle dolog, és hogy minél többet, főleg az elején, belehúzzak abba, hogy jól teljesítsek majd a szerverem. És hogyha már tudom, hogy mikor nyit a szerver, akkor ott akarok lenni a nyitáskor. Ezért érdemes előre regisztrálni, és a másik az, mert 250-nel több kredittel kezdnek a játékosok, ugye a kredit a szerver pénzneme, 2000 kredit helyett 2250-nel, ami azt jelenti, hogy 12,5%-kal több kredittel kezdenek. Ez azért elég soknak felel meg, szinte egy fél óra munka, szóval fél óra előnyben részesülsz azokkal szemben, akik csak később regisztrálnak. Szóval megéri regisztrálni. A szerver, ennyi volt a User Control Panelről a dolog, itt az IP-t meg is találjátok lent, de még le van zárva. Van pár dolog, nézzük statisztikát, már 7 ember regisztrált is felhasználót. Ez a header elég csúnya, de hát most ilyet tudtam összedobni, csak egy gyorsan ilyen paint-tel beírtam az Imagine RPG. Fogjuk rá, nekem még elmegy, annyira nem gáz. Ennyi lett volna a User Control Panelről való beszélgetés. A többit azt majd úgyis felfedezitek, amikor megnyílik a szerver, hogy milyen funkciók vannak. Igazából akkor megmutatom már. Az enyémet elfogadtam a teszt miatt. Itt a karakterlap, ami jelzi a nevedet, születési évedet. Ugye a születési évedet azt a korod és a szerveren jelenleg lévő idő alapján számolja ki. Szóval most 1900-at írunk, én 25 éves állítottam be, 1875 lett. Ezeket pedig random generálja a hónapot meg a napot. Itt van minden, mennyi a játszott idő, mennyit volt admin jail-be, börtönbe, az összjátszott időnek hány százaléka, mikor voltam fent utoljára, frakció, ház, jármű, prémium pontok, és itt a statisztika, banki egyenleg, legnagyobb fizetés, és legnagyobb banki egyenleg, ezt nem fogom kirakni ide szerintem User Control Panelre, hogy karakterem mennyi pénz van. Ez kicsit nonos, ups, ezt elírtam itt, na mindegy. Összes eddigi fizetés megtett tárgyal, megtett járművel, és itt található a karakterednek a dolgai, itt van Vittorio Benedetto, ja itt van ugye a skin is meg, hogy létrehozza meg ilyesmi. Itt a frakció, itt jelenne meg a frakció, de most valamiért nem. Igen, most írtam át, eddig úgy volt, hogy a frakció csak akkor jelenik meg a frakcióba vagy, de most olyan, hogy mindig megjelenik, de helyette kírja, hogy frakcióba kell lenned. A tárgyaknál, ez most ilyen nem az én hibám, hanem a hosté.
tárgyaknál kiírja, hogy mi van nála, itt a kezdőm, 2250 kredit, egy ásványvíz, egy szendvics, nincs nálam egy csekk se, üres a postaládám, részvényeknél a részvényeim, de nekem nincs részvényem még, bejelentkezéseknél karakteremmel hányszor jelentkeztem be, semmi, pénzügyi log, itt sincs semmi, még itt a tranzakciók lesznek, hogy mikor raktál be a bankba, kamat, stb. Halállog, ott nincs már rá, itt az, hogy hányszor, hogy mikor haltál meg, miben, ki ölt meg, vagy mi történt, mik voltak nálad, és ez mondjuk ilyen cucc visszaadásnál elég és segítőkész dolog, segítségre, jó, értitek. Mérföldkövek, itt az achievementek lesznek elérhetőek, de nekem még nincs achievementem, jelenleg olyan 35 achievement van, de próbálok minél többet csinálni. Itt lehet nevet változtatni, beírod az új nevedet meg, hogy miért akarsz nevet változtatni, kérlem küldése, adminok megnézik, és vagy új neved lesz, vagy elutasítjuk. Itt pedig jelszóváltás, itt csak instant beírod azt a régi jelszót, két új jelszót, és megváltoztattad a játék a karaktered jelszavát. Itt pedig a felhasználói, névnek az utcai, profil, tudvari, e-mail cím, tulaj, stb. Mikor regisztráltam. User control panel log, mikor jelentkeztem be, milyen IP-vel, kijelentkezés. Fent pedig van a kezdőlap, ahol ilyen apró hír van, például azt, hogy most indultunk el. Karakternél a három slot. Itt látok az lesz, hogy elbírálás alatt, vagy hogy elutasítva. Itt nekem az, hogy mikor regisztrál, mikor lett elfogadva. Hogyha elbírálás alatt, vagy elutasítvát írt, akkor rákattintásnál a karakter kérelmet jeleníti meg, és hogy például miért lett elutasítva, nálam pedig már magát a karakter lapot. Itt van két üres slot is. Itt pedig karakter létrehozása gomb. Karakter létrehoz, itt van karakter neve, jelszó, kor, nem. És itt van három darab szituáció, amiben le kell írni, hogy ti mit tennétek, és ezzel fog kiderülni a karaktertek milyen jellemzői vannak. Ranglisták, itt a ranglisták lesznek, csak ezt kiszedtem, ami nem indult a szerverről, mert úgy csak a tesztes dolgokat láthatjátok, hogy melyik admin mennyi pénz van, mert még nincs sok értelme, mert csak tesztből mondjuk adunk magunknak egy csomó pénzt, hogy teszteljük a dolgokat. Statisztikánál is jelenleg csak a regisztrált felhasználók száma van, majd több később eljött lesz több minden. Támogatásnál pedig a támogatás fül. Ez nem változott még a régi idők óta sem. És hát, jó, akkor ezt megjegyzem a karakterlapnál, ki kell javítanom azt a dupla kettős pontot és a frakciót pedig megjavítanom. Szerintem ennyi hiba volt, admin panelt nem mutatom be, az nektek úgyis tök mindegy. És jó, ennyi lett volna. Hát ennyi lett volna a videó, a szerver az ugye másfél hét múlva nyit körülbelül, már lett hozzá egy újabb munka, pilóta munka mindig nincs kész, de helyett lett egy kukás munka, és így igazíthatjuk a most igazíthatjuk a szervert, hogy balanszolt legyen, és minden frakciónak és munkának legyen haszna, és érdemes legyen az dolgozni. Ezért kell még valami alapmunka, és átdolgozzuk az újságos fiú, vagy az újságkihordó munkát, hogy ne legyen annyira gyakran használt munka a biciklije miatt, a közlekedés miatt, hanem inkább használják a játékosok a taxit, mert mondjuk az olcsó is lesz, meg a taxisoknak is legyen munkájuk. Szóval, köszönöm, hogy néztetek, ennyi lett volna a videó, ucp.imaginerpg.hu. Remélem ott leszek nyitáskor, mert én igen. Sziasztok!